A konferencia hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők szakmailag képzettebbé váljanak, mondta Kórhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Hozzátette, nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy a jövőben úttörő munkát végezhessenek. Az Alkotmánybíróság döntései nagyon komoly visszalépést jelentenek az autonómia ügyében, nagyon komoly korlátozást jelentenek az autonómia ügyében, de hát nem szüntették meg az autonómiát, sem a tartományit, sem pedig a nemzetiségi autonómiát. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy hasznos volt ez a párbeszéd, hasznos volt, amit hallottunk is. Nagyon fontos, hasznos volt összekötni azt, amit a nemzetközi joggal kapcsolatban hallottunk, azzal, ami itt Szerbiában ezzel kapcsolatban történik. A háromnapos jogi tanácskozáson számos előadást hallhattak az érdeklődők. Szó volt az autonómia megjelenéséről nemzetközi dokumentumokban, az autonómia tartalmáról Szerbia alkotmányában, valamint az önrendelkezés elvéről gyakorlati és elméleti szinten is. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan rendkívül kellemes, és azért szakmailag is felkészült rendezvényen vagyunk túl, és amit nagyon pozitív szintén, hogy szombaton délelőtt is a harmadik napon ilyen szép számban megjelentek a résztvevők. A szervezők szerint évről évre növekszik azon fiatal jogászok, illetve joghallgatók száma, akik ezen a tanácskozáson részt szeretnének venni. Remélik, hogy ez a tendencia a jövőben is folytatódik.